A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat 2006 óta minden évben más-más településen tartja az államalapító Szent István király ünnepét és az ehhez kapcsolódó kenyérszentelő ünnepséget. Idén Fényes Litka adott otthont a rendezvénynek, amelyen a megyei közgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, egy-egy nemzeti ünnepen mindenképpen érdemes számvetést készíteni. Remélhetőleg a töltekezést jelenti mindannyiunk számára, akik átérezzük a nemzeti közösséghez való tartozást, a múltból meríthetünk erőt. Az a nemzet érdemes a jövőre, amelyik büszke a múltjára és számon tartja a múlt örökségét. Ezért fontos megállni, számvetést készíteni a nemzet ünnepeken, állami ünnepeken. Különösen Szent István napja jelenthet sokat számunkra, hiszen valóban ez hivatalos állami ünnepünk is, és egy olyan múltra emlékezik, amely nem, ha bár, bármilyen küzdelmes is volt, és bármilyen hát későbbi eredményekkel gazdag is volt egy-egy szabadság küzdelmünk, akár 56, akár 48, ez egy sikertörténet, hogyha lehet így a mai nyelven mondani, ezt jobban értik talán a fiatalok is, igazi sikertörténet a magyar államiság, a magyar nemzet elmúlt 1000 évben, éve egy olyan húzatos helyen, mint a Kárpát-medence. Az ünnepségen felléptek Fényes Litkei diákok, helyi hagyományőrző néptáncosok, valamint népi éneket is hallhatott a közönség. Ezek után a történelmi egyházak vezetői megáldották és megszentelték az ország kenyerének is szánt tönkölybúzából készült friss kenyeret. Elsősorban mi nem magáról Szent Istvánról akartunk most megemlékezni, hanem az új kenyérről, hiszen a vidéknek végre az erejét az mutatja, hogy augusztus 20-ára adatás utára minden házhoz a friss új kenyér, új búzából őrölt ugye, kenyér kell az asztalra. Ami különleges volt, hogy a vendégeink egy 150 éves tábori asztalnál ülhettek, hiszen volt nekünk egy 1848-as honvéd őrnagyunk, Irényi őrnagyó, aki a rácotokat vert annak idején, Kossuthó kitüntetést is kapott, és neki a tábori asztalánál szenteltük meg a kenyeret, és a vendégeink, a szónokaink ennél az asztalnál ülhettek. Fényes Litkén 8. éve elismerést és pénzjutalmat kapnak azok a fiatalok, akik jó tanulmányi eredményt érnek el. Az érintettek az ünnepségen vehették át az elismerést.